A 10. D-osztály virága a legszebb az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Gimnáziumban. Nem véletlenül, hiszen az intézmény harmadik éve szervez versenyt az osztályok között, hogy kié lesz a legmutatósabb növény. Ez a kezdeményezés is hozzátartozik ahhoz, hogy a technikum 2020-ban megkapta az ökoiskola címet. Emellett különböző programokat szerveznek, mint például szemétszedés, takarítás, papírgyűjtés, faültetés, valamint egy ökolábnyom csökkentő versenyt is kihirdettek egész tanévre. A 9. B-osztály számos saját ötlettel csatlakozott a kezdeményezéshez. Kupakokat gyűjtünk betegrászoló gyermekek számára, majd hamarosan reméljük, hogy sor kerül rá, hogy el tudjuk nekik juttatni. A másik ilyen projektünk például, hogy a büfében vásárolt termékeket megpróbáljuk újrahasznosítani. Gondolok arra, hogy az osztályban különböző osztálytermi dekorációkat készítünk PET-palackokból, kupakokból, szalvétákból, stb. Az osztályommal tervezzük, még nem sikerült megvalósítani, de tervezzük, hogy fát fogunk ültetni az iskolának az udvarán. Hajdúné Molnár Krisztina igazgató helyettes elmondta, 2020-ban adtak be egy pályázatot, amit az Ökoiskola Értékelő Bizottság pozitívan értékelt, és így nyerhették el a címet. Hozzátette, katolikus iskolaként a teremtésvédelem mindig is a munkájuk fókuszában áll. Igyekszünk diákjainkat egészségtudatosságra, környezettudatosságra nevelni, illetve arra, hogy nyitottabbak legyenek a lokális és a globális környezeti problémák felé, illetve gondolkozzanak azok esetleges megoldásaim. Hozzátette, továbbra is igyekeznek elérni azt, hogy az iskolában megszerzett tudást és értékrendet a tanulók családjaik vagy tágabb környezetük felé közvetítsék.